Üdvözlöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét! Mai vendégünk Márkus Ica, előadó művész. Üdvözlöm, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a felkérést, vagy a meghívást. Az elmúlt időszak nagyon mozgalmas volt az önök életébe. Arra kérem, hogy az interjú elején először erről beszélgessünk. Hogyan indult be a nyári szünet után az év? Igazából nyáron volt majdnem 2 hónapos szünetünk. Mindenki, nagymama el van foglalva, vagy éppen a nagymamák is ugye mentek üdülni, úgyhogy nagy pihenés volt, viszont október 1-jével beindult az idősek világnapi rendezvényén. Szinte minden nap oda voltunk valahol műsort adni. Így kezdtük a szociális otthonba. Mind a két helyen, a bentibe is és a kintibe is szoktunk műsort adni. Jó látni a kis öregeket, az gondozottakat, amilyen boldogan fogadnak bennünket. Nagyon-nagyon meg kell válogatni, hogy mit énekeljünk, mert ha szomorkás éneket énekelünk, akkor folytakálnak a könnyek, és az nekünk is nagyon rossz, a gombóc rögtön ott van a torkunkba, és alig tudjuk folytatni. Meg is álltunk most a kinti forgatásnál, mert egy ilyen kimegyek a temetőbe, valamilyen rettenetes éneket kért valaki, és mondtuk, hogy hogyne, hát boldogan elénekeljük, de aztán mondtam is, hogy többet ilyet nem, és gyorsan akkor fordítsunk, és egy csádással fejeztünk be. Egyébként a dalok, nóták megválasztásán túl mit igényel ez a felkészülés, egy ilyen műsorra való felkészülés, vagy akár hogyha egy nagyobb rendezvényről van szó? Nagyon-nagyon nagy felkérés, vagy a felkészülés kell, ugyanis annak idején, ó, de régen volt Istenem, 60 évvel ezelőtt, mikor én jártam és tanultam, és az iskola sok mindenre megnevelt bennünket. Nótát, csárdást nem lehet inkább a mű dalokhoz tartozik, nem lehet összecserélni, felcserélni a népdallal. Nagyon-nagyon sok helyen vagyunk, nagyon-nagyon sok népdalkörnek hallgatjuk a műsorát, és nagyon rossz hallgatni azt, hogy nem figyelnek oda, például kezdik azzal, hogy virágos rét mondjuk, a következő valami nagyon-nagyon szomorú, utána megint egy vidám, tehát nem építik fel a programot, vagy ha egy tavaszi csokrot kezd énekelni, akkor abban ne legyen olyan, hogy fellegborult az égre. Tehát akkor azonos hangnemű, azonos tartalmú legyen. És erre én nagyon-nagyon figyelek, tehát mindig úgy állítom össze a blokkokat. Ha ősz van, akkor csak őszi dalokat énekelünk. Ha tavasz van, akkor inkább a tavasziakat. Lassú esztám, lassú csárdás, és utána a frissek. Tehát ez is nagyon-nagyon fontos, hogy a hangulatába, nehogy a végénre tegyünk be egy szomorkás nótát, amikor már előtte felcsapott a jó hangulat, és utána meg lelohad. Úgyhogy nagyon-nagyon fontos. Mennyien járnak, tehát kik a tagok a körbe, illetőleg a próbákról is beszéljünk még, hogy hogyan zajlanak, milyen rendszerességgel vannak. Most 15-en vagyunk. 2008-ban alakult meg tulajdonképpen a nótakör, akkor 22-en voltunk. Na de hát ennek már 15 éve, azóta rengeteg minden változott, most 15-en vagyunk, és 15 aktív tag. 3 új tagunk van, akik látjuk is, de ők saját maguk is bevallják, hogy nagyon-nagyon jól érzik magukat nálunk, nagyon örülnek, hogy bejöttek a körbe. Minden kedden van próbánk, 2-től, attól függ, hogy hogyan alakul a felkészülés a következő alkalomra. Lehet, hogy csak 1 óra hosszát énekelünk, lehet, hogy 2-t, annál többet már nem, mert akkor a torok elfárad. Nyilván, mint vezető, ön a motorja a körnek. Igen. Ez lelkiekben, és most nyilván nem az ének tudásokat és a dalok megválogatására gondolva kérdezek, milyen pluszt igényel, hogy milyen pluszt kell, hogy adjunk, vagy adjon a népdalkör tagjainak? Tulajdonképpen mindent. Nagyon-nagyon sokat jelentünk egymásnak.
összetűzések vannak, ez természetes a szűk családi körbe is, itt is vannak összetűzések, nem egyforma az idegállapotunk, a lelkiállapotunk, a felfogásunk, plusz az időjárás is befolyásolhatja, tehát különböző hangulatban telnek ezek a próbák, de a végén mindenki úgy megy el, hogy jaj, de jó volt, jaj, de jó volt, felszabadultan, és ha valakinek gondja van, már pedig akad, akkor próbáljuk megvigasztalni. Ha elmondja, megkérdezzük tőle, és elmondja, hogy mi a gondja, akkor próbáljuk orvosolni. Ha olyan dolga van, akkor csak kívánjuk neki, hogy a jövő órára gyógyuljon meg, vagy javuljon meg a hangulata, és utána megint jó hangulatba telik. De mindenképpen előnyén azt gondolom, hogy időskorban egy közösség aktív tagja valaki legyen, az nótázásról szó, vagy bármilyen más egyéb jellegű tevékenységről. Mindenképp. Tehát a gyerekek felnőttek, ugye, elmentek, és bármennyire fájdalmas vagy szomorú, ez az életrendje, nagyon-nagyon sok ember, és már ebbe a korba a társa meghal, és nagyon-nagyon sok ember egyedül van, és érdekes módon, ha mondjuk egy százas pontot vettünk, 80 özvegyasszony. Tehát sokkal több az özvegyasszony, mint a magányos férfi, és behatárolja nyilván a pénz, az idő azt, hogy hová tud elmenni, mit tud vállalni. Rengeteg felkérésünk van, és nagyon-nagyon sokszor nagyon boldogan megyünk, de mert mindenkinek az van az eszébe, hogy Isten, olyan sokáig kell még szenvednünk a sötétségből, most már ugye 6 órakor sötét van, reggel 7 órakor még sötét van. Nagyon-nagyon hosszú ez a sötét nap, és boldogság, hogy elmegyünk ide, elmegyünk oda, nincs egyedül. Tehát rengeteget jelent mindegyikünknek. Hát most már azért, ahogy emelkedtek az árak, sokkal drágább egymás klubjainak a látogatása is, és ez megint behatárolja, hogy mennyit tudunk vállalni, hová tudunk elmenni, és mi az, ami vállalható tényleg. Köszönöm szépen az interjút. Én is köszönöm szépen. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet. Tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!